Minden igénylő megkapta. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 155 települése részesült szociális tűzifában ezen a télen. Szőlőszem, Nyírszőlősön megépült Nyíregyháza egyik dinamikusan fejlődő város részének első bölcsödéje. Végre csökkennek. A benzin literje bruttó 3, a gázolajé bruttó 10 forinttal csökken szerdától a töltőállomásokon. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett a legtöbb megrendelés a szociális tűzifa programban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! A mostani szezonban 155 település kötött szerződést a Nyírerdő ZRT-vel több mint 25 ezer köbméter tűzifa megvásárlására. A legnagyobb érdeklődés a fehérgyarmati és a baktalórántházi erdészetek területén mutatkozott a program iránt. Október elején érkezett meg a szociális célú tűzifa Nyírpazonyba. Az önkormányzat 2,7 millió forintos állami támogatást és további 800 ezer forint önerőt fordított a tüzelő megvásárlására. A belügyminisztérium 12 évvel ezelőtt hozta létre a programot, amely az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak nyújt segítséget a téli tüzelő beszerzésében. A vármegyében főként akácot, tölgyet és kőrist igényeltek a települések. Ugyanúgy, mint a korábbi években keménylombos és lágylombos tűzifára pályázhattak az önkormányzatok, ha tűzifában gondolkodtak, döntő többségében, több mint 95%-ban keménylombos tűzifát választanak általában az önkormányzatok. A szociális tűzifa program az idei télen is sikeresen zárult. Tavaly karácsonyig az önkormányzatok már a rendelt mennyiség 84%-át elszállították az állami erdőgazdaságoktól, majd február 15-e előtt a fennmaradó mennyiséget is átvették a települések. A legtöbb megrendelés a korábbi évekhez hasonlóan a mostani szezonban is Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyéből érkezett. Több mint 33 ezer köbméter faanyagot szolgáltunk ki az önkormányzatoknak. Arányaiban mindig nagyobb arányban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatok részesülnek, nyilván mert itt több a település természetesen. Tehát ebből a 33 ezerből több mint 25 ezer köbméter itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében került gazdára, vagy talált gazdára, és a fennmaradó rész több mint 7 ezer köbméter pedig a Hajdú-Bihari önkormányzatoknak. Ez a program rendhagyó volt, mert nem ősszel indult, hanem már a elmúlt év tavaszán meghirdette a kormányzat, pályáztak az önkormányzatok, és elég hamar döntés született, így jobban el tudtuk időben húzni a kiszolgálást. Nem alakultak olyan kiszolgálási csúcsok, kényszercsúcsok, amik esetleg megnehezítették volna. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egészen pontosan 155 település kötött szerződést az erdőgazdasággal, több mint 25 ezer köbméter tűzifa megvásárlására. A legtöbb igénylőt a fehérgyarmati és a baktalórántházi erdészetek területén regisztrálták. A szociális tűzifára jellemzően jövedelemhez kötötten voltak jogosultak a lakosok. A legtöbb településen annak járt a támogatás, akinél az egyfőre eső havi jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér 40%-át, egyedül élő gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében pedig a fenti összeg 50%-át. Hosszú idő után először nem felfelé, hanem lefelé mozdul mindkét üzemanyag ára. Februárban szinte megállíthatatlanul drágult mindkét üzemanyag, ám a múlt héten már a gázolaj valamelyest olcsóbb lett. Most viszont mindkét típus ára csökken. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 10 forinttal lett kevesebb. Ez pedig várhatóan megjelenik majd a kutak árazásában is, írja a holtankoljak.hu. Ennek megfelelően szerdától a 95-ös benzinért literenként átlagosan 615, míg a gázolajért 647 forintot kell fizetni. Nyíregyháza munkahelyteremtő beruházásai mellett kiemelt figyelmet kapnak azok a fejlesztések is, amelyek a gyerekek ellátását biztosítják. Ezért folyamatosan újulnak meg óvodák és bölcsödék, sőt, sorra épülnek is. Legutóbb Nyírszőlősön adták át a 12 férőhelyes, több mint 200 négyzetméteres szőlőszem bölcsődét, amely igény szerint később akár újabb csoportszobával lesz bővíthető. Az új játékokra mutatott a kislány a szőlőszem bölcsődében. Nem csak a játékok újak, az épület is.
Közel 20 éve folyamatosan fejlődik a városrész, és egyre többen költöznek ide. A fiatalok számára pedig fontos szempont, hogy a gyerekeket hol és hogyan tudják elhelyezni. Nyíregyháza önkormányzata 4 évvel ezelőtt vásárolta meg az óvodával szembeni telket, hogy ott felépülhessen a településrész első bölcsődéje. Emelkedik a lakosság szám, nagyon sok fiatal marad nyírszülősbe, aki itt született, de sokan költöznek ki a városba, hogy éppen akik vidékről Nyíregyházára költöznek be, akkor itt találják meg az életüknek a színterét, úgyhogy ez nagy öröm számunkra. Ez mutatja azt, hogy a velünk szemben lévő óvoda is teljes kapacitással működik, és itt is a 12 férőhely azonnal betelt, amikor reálissá vált az, hogy megnyílik a bölcsőde. A beruházás teljes bruttó költségek közel 230 millió forint volt. Ebben benne van a tereknek a megvásárlása, azok a mérnöki munkák, ami szükséges volt a tervezéshez, a közművek képítése, tehát minden olyan, ami szükséges a bölcsőde működtetéséhez, és így egy nettó 202 négyzetméteres kis komplexum jött létre. A városvezetésnek fontosak a nyíregyházi fiatal családok. Az ő helyben tartásuk érdekében a legutóbbi közgyűlésen új határozatot fogadott el az önkormányzat. Kelengye támogatás eddig rászorultsági jövedelem alapon volt igényelhető, most már mindenkinek erről új gyerek születik, és mindenkinek biztosítja az önkormányzat. De hát azt is mondhatom, hogy a gondozási díjat sem kérjük a szülőktől a bölcsödékben, az is több mint 20 millió forintot jelent egy évben, amit az önkormányzat magára vállal. Természetesen érték alapon az a célunk a város jövője szempontjából is, hogy ezek a fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy itt maradjanak az emberek, és hát különösképp, hogy a fiatalok itt tervezik az életüket. Az új nyírszőlősi bölcsődét úgy tervezték meg, hogy a későbbiekben, amennyiben igény mutatkozik rá, újabb csoportszobával lesz bővíthető. Személyesen várják a vállalkozókat az iparkamara munkatársai a vármegye több városában. Az új, meghatározott napokon elérhető szolgáltatás célja, hogy megkönnyítsék az ügyintézések menetét. Az ügyfeleket többek között Széchenyi kártyaprogram ügyintézésben, tanácsadással és egyéb szolgáltatásokkal segítik a szakemberek. Kamarai ügyfélfogadás Fehérgyarmaton. A vármegyei kereskedelmi és iparkamara februártól többek között itt is kihelyezett szolgáltatásokkal várja a térségben élő vállalkozókat. Területileg 5 nagyvárosba kitelepülünk, 2 hetente 1 alkalommal, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Kisvárda, Mátészalka és Nyírbátor ezek a városok. És ugye a honlapunkon is megtalálható, illetve újságban megjelent, de telefonon is szívesen tájékoztatást adunk arról, hogy ezekben a városokban pontosan hol történik az ügyfélfogadás, Széchenyi kártya hitelügyintézést és az általános ügyféltájékoztatást tudjuk nyújtani. A kihelyezett szolgáltatásokat a vármegyei vállalkozók érdekében indította el a kamara. Nem nyíregyházi, hanem a vármegye távolabb eső városaiban, településein lakó vállalkozásokat nem kelljen feltétlenül Nyíregyházára bejönniük egy-egy személyes ügyintézés véget, és tulajdonképpen egy térségfejlesztési, járásfejlesztési programot indítottak el a területi kamarák ettől az évtől, és ennek része tulajdonképpen ez, hogy közelebb kerülünk a vállalkozásokhoz. Az ügyfélfogadási helyszínek és időpontok a vármegyei iparkamara honlapján is elérhetőek. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerint a fogassüllőt, kősüllőt, csukát a tilalmi idő alatt megtartani tilos. Kifogás esetén azokat haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. A tilalmi időszak március 28-áig tart. A tilalmi idő alatt a halak szaporodásra és ívásra készülnek. Ebben az időben a halállomány regenerálódik és biztosítja a következő generációk létrejöttét. Tehát a tilalmi időszakok célja, hogy az egyes halpopulációkat a legsebezhetőbb életciklusukban védjék. Ez különösen fontos fészekőrző ragadozók esetén. Február 1-től március 28-ig tilos kifogni a csukát, ami egyébként egy méretkorlátozással védett halfaj. A tilalmi időn
kívül a 40 cm fölötti példányok kifoghatók, bár itt is érdemes tájékozódni a helyi horgászrendekben, ugyanis előfordulhat az helyenként, hogy a halászati hatóság hozzájárulásával a tilalmi időket kitölni, vagy esetleg rövidíteni jogszabályi lehetőséggel meg lehet tenni. Egy etikus horgász ilyenkor nem horgászik olyan helyeken, ahol várhatóan csuka fog a horgára akadni. Ha ez mégis megtörténik, a halat vissza kell helyezni a vízbe. A csuka a horgászok nemes hala, emberi táplálékként kedvelt, rendkívül tiszta, fehér húsú, ízletes, de szálkás hal. Hús minőségét befolyásolhatja a víz tisztasága, valamint az elfogyasztott kis halak íze is. Húsa kiválóan alkalmas halászlék készítéséhez. Ünnepélyes keretek között adták át a Vármegyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának képviselői az érintett osztályok főorvosainak azokat a gyöngykarkötőket, melyekkel a pozitív egészségkommunikációt és az együttérzés képességét erősítik. Az akcióval a méhnyakrák elleni prevenció fontosságára hívták fel a figyelmet. Gyöngypercek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházban címmel rendezte kétnapos programot, melyel elsősorban a betegágy mellett dolgozó kollégákat célozták meg. A nők esetében az emlődaganat és a méhnyakrák okozta halálozás vezetőhelyen van, pedig létezik prevenciós megoldás. Az évenkénti szűréssel és a HPV elleni védőoltással jó eséllyel megelőzhető lenne a betegség. Ezzel a felhívással a WHO-nak egy 2020-as programjához is csatlakoztak. Azt a nevet kapta, hogy 90-70-90, ugye aki esetleg a modellbizniszben járat, most tudja, hogy a manökeneknek centiméterben kifejezett ideális testalkatát jelzik ezek a számok. A WHO viszont azt a célt tűzte ki, hogy ezen centiméterek helyett százalékban kifejezi azt, hogy hogy akar megszabadulni a méhnyakráktól, mint betegségtől a világon. 2030-ra tűzték ki ezt a határidőt, kicsit lehet, hogy túl idealizált ez, és ennek a lényege az az, hogy 90%-a 15 éves korig a lányoknak kapja meg világszerte a védőoltást, 70%-a a veszélyeztetett populációnak rendszeresen járjon méhnyakrák szűrése, és ráadásul olyan tesztet is használjanak, ami nagy érzékenységgel kimutatja a kórokozónak a jelenlétét, és nyilván a másik 90%, hogy akinél bármilyen stádiumban a méhnyakráknak az állapotát megtalálták, azok kezelve legyenek legalább 90% az ilyen érintett betegeknek. Az idei program számos szakdolgozót, férfiakat és nőket egyaránt megmozgatott. Olyan sikeres volt, hogy a dolgozók 3 osztályra is kijuthatható mennyiségű karkötőt is fűztek, átadva ezzel az üzenetet, hogy van lehetőség a gyógyulásra. Az egészségfejlesztés iroda már több alkalommal szervez gyöngykarkötő fűzési akciót. Ezt a karkötőt most jelenleg a Jós András Stakkórház hematológiai osztályán, nőgyógyászati osztályán és onkoradológiai osztályán várakozó, műtétre várakozó betegeknek fűztük, illetve akik a műtét után lábadozásukat töltik a kórházi osztályokon, azzal a céllal, hogy megkapva ezt, közöljük feléjük egy rövid kis pozitív üzenettel csatolva a karkötő, hogy nincsenek egyedül, és ne adják fel. A gyöngyfűzési akció egyfajta mentális közösségi programmá alakult. Mivel a mindennapi kezelések mellett lelki támogatásra is szükség van, az egészségfejlesztési iroda munkájával karöltve a gyógyítás is hatékonyabbá válhat. Megszerezte 16. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Spartacus. Timár Krisztián együttese az NB2 22. fordulójában az Eto FC Győr otthonában nyert 1-0-ra, tovább növelve előnyét a tabellán. Az éllovas Spari eddig 53 pontot szerzett, a második Győr 42 pontos, a harmadik Vasasnak pedig 41 pontja van. A Nyíregyháza jövő hétfőn a Soroksárt fogadja. Győzött Fóton a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 21. fordulójában 84-75-re verték a hazaiakat. Merin Mehmedovics 7. helyen álló együttese szombaton a 2. Új Buda Mavcot fogadja a Continental Arénában. A tabellán előrébb álló hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed végén 7 ponttal vezetett a Fót. A második 10 perc a cápáknak sikerült jobban, így a nagy szünetre 1 pontra csökkent a 2 csapat közötti különbség. Fordulás után ismét elépett a házigazda, az utolsó játékrész előtt 5 pont volt a fótiak előnye.
A nyíregyháziak azonban zárkózni kezdtek, majd a vezetést is átvették, és jó hajrájuknak köszönhetően végül 9 ponttal megnyerték a mérkőzést. A meccs nagyon nehéz volt. Center nélkül játszottunk, ott van a rutinos játékosok magas poszton, akit hál' Istennek a második felidő taktikai váltás után tudunk megállítani és fordítani az a meccs, hogy mi a vágunk. És a utolsó negyed egy meglepetés vidékézzel úgy elértünk, hogy a 8,5 perc alatt kaptunk 4 pontot. És itt volt a kulcs. Muszáj mondanom, hogy nem valahol statisztikai, nem voltunk csoda dobó százalékból, vagy más dolog, de harcoltunk úgy, ahogy kell harcolni minden meccs. Bonifert Bendegúz 34 percet játszva 27 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez. Nem feltétlenül úgy kezdődött a meccs, ahogy szerettük volna, nagyon nagy energiákkal kezdett a fót, de végig tudtuk velük tartani a lépést, és nem engedtük ki a kezünkbe a meccset, hogy nehogy nagyobb különbség legyen köztük, aztán védekezést váltottunk igazából az utolsó negyedbe, és szerintem ez volt, ami teljesen összezavart őket, és itt tudtunk meglépni tőlük, és átvenni a vezetést, és utána viszonylag magabiztosabban is behúzni a végén. A nyíregyháziak szombaton az Új Budamat csapatát fogadják a Continental Arénában. Múlt héten ők is hozták egy amerikai játékos, aki játszott Magyar A-ligába, egy nagyon rutinos, nagyon játékos. Mindent tették erre, hogy a A-ligába játszanak jövőre, és mi meccsünk itt Nyíregyházán, nekik ez egy nagyon fontos állomás. Mi persze nem fogunk engedni magát. Nem tudom most, mi lesz Izsákkal, azt mondják, hogy jobb állapotban van, de most, ha is nem olyan egészen jó, akkor nem kell rizikolni, van még meccsek. Meglátjunk, készülünk, jó passzban vagyunk, én egy jó meccs várok. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Pécs vezeti 19 győzelemmel és 2 vereséggel, a 17-3-as mutatóval rendelkező Új Budamavc előtt. A Nyíregyháza 9 győzelemmel és 12 vereséggel a 7. helyen várja az Új Budamavc szombaton 17 órakor kezdődő vendégjátékát. Vereséget szenvedett Székesfehérváron a Fátum Nyíregyháza. A női röplabda extraliga negyed döntőjének 4. mérkőzésén 3-1-re nyert a MÁV előre, de összesítésben a Nyíregyháza vezet 2-1-re. A 4. mérkőzés pénteken rendezik a Continental Arénában. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Végéhez ért a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tűzifa program Észak-Kelet-Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében 196 önkormányzat összesen több mint 33 ezer köbméter tüzelőt igényelt a Nyírerdő ZRT-től. A legnagyobb érdeklődés a Fehérgyarmat és a Baktalóránt-házi erdészetek területén mutatkozott a program iránt. 12 férőhelyes bölcsöde épült Nyírszőlősön, a több mint 200 négyzetméter alapterületű szőlőszemböcsit úgy alakították ki, hogy ha szükséges, újabb csoportszobával tudják bővíteni. A csaknem 200 millió forintos beruházás egyik legfontosabb célja a fiatalok helyben tartása. Hosszú idő után csökken mindkét üzemanyag típus ára. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 10 forinttal lett kevesebb, ez pedig várhatóan megjelenik majd a kutak árazásában is, írja a holtankoljak.hu. Ennek megfelelően szerdától a 95-ös benzinért literenként átlagosan 615, míg a gázolajért 647 forintot kell fizetni. Önök február 27-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk. Most időjárás jelentéssel folytatjuk, úgyhogy nem sokára kiderül, hogy a késői télen elkezdődik-e, illetve meddig tart a tavasz. A most elhangzott tudósításokat pedig internetes oldalunkon újra megnézhetik. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szerdán folytatódik a tavaszias időjárás. Reggel ismét pára és kötfoltok csökkenthetik a látótávolságot, majd a nap nagy részében fátyol felhős lesz felettünk az ég, sokfelé szűrt napsütésre készülhetünk. Csak néhol élénkülhet meg a szél, eső nem valószínű. A várható legmagasabb hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.